Kósa Lajos szerint nem hiteles az MSZP fizessenek a gazdagok kampánya. A Fidesz frakció vezetője szerint ugyanis Botka László úgy találta ki a szabályokat, hogy abba ő maga pont ne tartozzon bele, mert 2500 forinttal kevesebbet keres havi 1 milliónál. A Riposzt pedig arról írt, hogy Botka felesége 25 milliós luxusautóval jár, és rendszeresen exotikus nyaralásokra utaznak. A Tények riportja után folytatjuk a témát. Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője szerint nem hiteles Botka László az MSZP miniszterelnök jelöltje, mert a gazdagokat adóztató javaslatát úgy írta meg, hogy ő maga a havi fizetése miatt 2500 forint hiány abba pont nem tartozik bele, ennyivel keres kevesebbet havi 1 milliónál. Azt sikerült neki kimatekolni, hogy mindenki más fizessen adót, mindenki más fizessen többet, de ők pont kimaradnak. Itt most Botka is megoldotta ezt az alapvető szocialista trükköt. Botka László a gazdag elit megadóztatásával kampányol, miközben ő és családja is luxus körülmények között él. Felesége például ezzel a 25 milliós terepjáróval közlekedik. Erről a Riposzt számolt be. Ahogy arról is, hogy rendszeresen méregdrága luxus nyaralásokon vesznek részt. Ezzel szemben azzal kampányol, hogy fizessenek a gazdagok. Botka László programja szerint még jobban megadóztatná 100 millió forint feletti vagyonnal az 1 millió forint feletti havi jövedelemmel és 10 millió forintnál értékesebb autóval vagy egyéb luxus tárgyal rendelkezőket. Vendégem a témában Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye Botka László azzal indul a választáson, azzal a szlogennel, hogy adózzanak a gazdagok, fizessenek a gazdagok, tegyünk rendet, miközben azt beszélik, hogy ő luxus körülmények között él. Mit lehet tudni Botkáról? Ő valóban egy jómódú ember? És ha igen, akkor ezt miért próbálja mondjuk eltüntetni például a közösségi oldalról ennek nyomait? Tisztelettel, itt nem is feltétlenül az a legfontosabb, bár azt gondolom, hogy a politikusi hitelesség kapcsán ez egy rendkívül fontos és legitim kérdés, de ugye itt van egy vagyonnyilatkozati kötelezettség a politikusoknál. Ezt 1990 óta jogszabály rögzíti, és ebben a vagyonnyilatkozatban fel kell tüntetni bizonyos vagyontárgyakat. Ez azért rendkívül lényeges, mert hogy szokták mondani a politikus, hogyha munkából, akkor örök próbaidőre kerül, és nagyítóval nézik az ő életét, és a vagyonnyilatkozati eljárás szabályait részletesen rendezi, például a házszabály, mi van akkor, ha valaki nem tüntet föl egyébként egy vagyontárgyat, megjegyzem, nincs komolyabb szankciója, kijavításra felszólítja a vonatkozó bizottság, pont és hogyha megteszi... Ezt lehet még komolyan venni, mert annyi mindent hallunk erről, tehát hogy nem írta be, aztán kiderül, hogy mégis van, még sincs, tehát hogy ez egy ilyen elhúzódó, soha véget nem érő dolog. Épp pontosan. A súlyos kérdés az, hogyha esetleg a NAV felé, tehát az adóhatóság felé valaki, és itt már nem csak a politikusi lét számít, hanem a magánszemély lét, nem val be bizonyos jövedelmet, bizonyos vagyontárgyakkal nem tud elszámolni, és a másik fele pedig valóban a politikusi létre vonatkozik, hogyha valaki azzal kampányol, hát ezt azt hiszem, hogy a legobjektívabb megközelítés is azért megengedi, hogy fizessenek a gazdagok, majd kiderül, hogy egy olyan luxusautóval rendelkezik a család, amelyet egy átlag magyar nem tud megfizetni magának, aki bérből és fizetésből él, és kiderül, hogy olyan egzotikus helyekkel jár, ahova egy átlag magyar ember nem tud eljutni. Én abba a csoportba tartozom, aki nem járt ilyen egzotikus helyeken, de nyilván ez egy zárójeles megjegyzés, nagyon sokan megtehetik, és ez az életcéljuk, csak akkor ne az arca legyen adott esetben egy olyan személy ennek a kampánynak. Tehát ezek politológiai, szakmai kérdések is egyrésztről, másrészt erkölcsi és hitelességi kérdések. Tehát én azt gondolom, hogy mindig az a legbölcsebb válasz, hogy a választó majd eldönti. Tehát, hogyha a választónak ez belefér, és azt mondja, hogy lehet egy ilyen személy a kampányarca egy ilyen adóztatási rendszernek, akkor legyen. Egyetlen egy megjegyzés, ugye például korábban a szocialisták az ingatlanadót is felvetették, és ugye közjegyzők is meg tudják erősíteni, hogy a magyar emberek nagy része olyan, hogy apáról, nagyapáról fiúra szállnak az ingatlanok. Ez azért erkölcsileg megkérdőjelezhető Magyarországon ez a fajta megközelítés, mert sokan tényleg a negyedik generációs családtagként vannak abban az ingatlanban, fizettek esetleg örökösödési adót, stb. Újabb bört már nem szabad, vagy nem tisztességes lehúzni, de hát természetesen bármivel lehet kampányolni, lehet feltétlen alapjövedelemmel, azzal, hogy nem dolgozunk, akkor is fizetnek nekünk, a választók pedig majd mérlegelnek. Ugye ő azt mondja, hogy a középréteg jár jól azzal, amit ő tulajdonképpen képvisel. Én ezt egy picit megkérdőjelezném kétszer,
szempontból is, hogyha szabad, mert én azt gondolom, hogy aki nagyon-nagyon tehetős, az ugye úgyis el tudja tüntetni a pénzét, elviszi külföldre, megtalálja a módját, hogy annak ne legyen nyoma. Az a réteg, a középréteg, akihez ő igazán szólni akar, az nem biztos, hogy megteheti ezt, meg tudja tenni ezt. Mit gondol erről? Ha megengedi szerkesztő egy amerikai példát hoznék, ott a republikánusok azzal érvelnek, hogy a gazdagokat azért nem szabad egyébként megadóztatni és megszorítani, mert valóban, és akkor válaszolnék is a kérdésre, kiviszik nem csak a vagyonukat, hanem a cégüket is. Tehát, hogyha aránytalan terheket rónak a gazdagokra, ez egy republikánus érvelés, mindenki eldöntheti, hogy azonosul-e vele, akkor munkahelyek fognak megszűnni, akkor az végsősoron rossz lesz az államnak, rossz lesz az országnak, mert nem ez a helyes irány, hogyha támogatjuk idézőjelbetéve bizonyos értelemben a vállalkozásokat, a gazdag réteget, az pozitív hozadékkal is bírhat az ország számára. Ez is természetesen egy elméleti megközelítés. Az biztos, hogy a volt szocialista országokban szerintem ezt a gazdag-szegény kérdést máshogy kell értelmezni. Hát itt gyakorlatilag 89 után a polgári rétegnek, a középrétegnek újra fel kellett magát építeni az államosításokat követően. Tehát én azt gondolom, hogy évtizedeknek kell eltelni, míg nyugati értelemben tudunk beszélni gazdag-szegényről Magyarországon. Igen, meg hát ugye ki az, aki eldönti, hogy egy autó mennyibe kerül? Ugye itt beszéltünk egy autódon, amit van, aki 25 milliósra taksál, lehet, hogy azt mondja, hogy a valóság pedig csak 15 millió, mert hogy nem látunk bele, nem tudjuk, hogy mi. Ugyanez egy ház esetében, egy ingatlan esetében. Ki az, aki el fogja dönteni, hogy az pontosan mennyit ér? Tehát erre kell egy apparátus. Tehát megint egy olyan vége láthatatlan folyamatot látok magam előtt, ami nem tudom, hogy mikor válik forintá, mikor tud oda jutni azokhoz az emberekhez, akiknek ők szánják ezt. Pontosan így van. Igen. Picit beszéljünk akkor a vona, féle vonalról, jó? Én ugye az látszik most, hogy egy picit mintha gyengülne. Ugye néhány évvel ezelőtt még meglehetősen komolyan szembe ment Simicska Lajossal, most pedig úgy néz ki, mintha ők valamiféle barátságot próbálnának megkötni. Kinek mi lehet ebből a haszna? Egyáltalán lehet-e? Van egy párt, amelyről ne feledkezzünk, hogy meghonosította a cigánybűnözés fogalmát Magyarországon. Mai napig nem határolódik el Magyarország talán legantiszemitább honlapjától. Tehát azt gondolom, hogy itt van egy kiinduló alap, és eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag az MSZP plakátkampányával egyező üzenettel kampányol a Jobbik, jelesül a dolgozó népdicsérete, a ti dolgoztok szlogennel, tehát amellyel természetesen egy baloldali gondolkodásmód erőteljesen párhuzamba állítható. Ez egy éles váltás, azt is mondhatnánk, hogy egy nagyon komoly metamorfózis, amit elnézést, de még egyszer azt kell mondjam, a választóknak kell megítélni, hogy az ő gyomruk befogadja ezt a kaméleolétet, hogyha elfogadják, hogy most gyakorlatilag lassan vörös színűre vált a Jobbiknak igen, elég furcsa változáson megy keresztül, igen, a külseje, igen. Akkor természetesen ezt megfelelő módon tudják majd 2018-ban a voksukkal kifejezni. Lomnici Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.